megérkezek a maszkatérre, a metróból, vagy leszállok ott a buszról, akkor nem azt érzem, hogy most már mindjárt otthon vagyok, hanem azt, hogy ez már a nappalinak egy meghosszabbított tere. És ugyanazzal a komforttal érzem az magam, mint hogyha már a lakáson belül lennék, már az otthonom falai között lennék. Tehát ilyen értelemben egy sokkal komfortosabb, sokkal otthonosabb, sokkal barátságosabb érzés, mint általánosságban bármelyik köztér. Az általánosság lehet a Marcibányi téren töltöttem, a gimnáziumot több helyen, de mindig olyan helyeken, amiknek a mértani közepe a Moszkva tér volt. És baráti köröm az a környékbeli emberekből tevődött össze nagyon sokáig, szinte kizárólag. És a legérdekesebb az, hogy ez az időszak majdnem 10 évvel volt Moszkva tér 80-as évek végi nagy korszaka után, amire a híres film is készült. Mégis, amikor megjelent a film, akkor 100%-ban magájának érezte az én generációm is ezt a filmet. Sőt, azt is mondhatnám, hogy ma is úgy érezzük, ahányszor megnézzük, hogy ez igazából rólunk szól. Teljesen mindegy, hogy egy egész nemzedék választotta minket ettől. Ez is bizonyítja az időtlenségét annak az élménynek, amit Moszkva térnek hívnak. Az ember éjszaka haza felé tartott hajnalban, és még nem volt akkora divat a gyroszos, mint amilyen a 2000-es évek közepén felé lett. Akkor ez egy igen fontos hely volt, és az ember nem hogy elviselte azt a mogorva fogadtatást, amiben ott részesült, hanem valójában nagyon várta, és még azt is mondhatnám, hogy sok esetben vágyott rá. És amikor leüvöltötték a fejét, hogy amit kér, az nincs, és az sincs, amit utána kér, és abból sincs már, amit aztán harmadszorra kért, és megkérdezte, hogy jó, akkor mi van, hot dog, és ezért leteremtették, hogy hogy kérhet hot dogot éjjel kettőkor, akkor az élménynek a része volt, és inkább szeretetteli pillanat volt, mint sem ijesztő. Úgyhogy nekem személyesen a Moszkva tér nagy átalakítása, amit most is látunk, az akkor indult, amikor a Fornetti bekebelezte azt a hamburgerest, és egy autentikus, csak ott jelenlévő szereplő, egy franchise és egy licensz váltott fel. Ez nem volt jó pillanat, és szerintem elvett a térből, és ezeknek a tereknek karakterét mindig azok adják meg, akik csak ott vannak, és csak oda köthetők. A McDonald's nem volt egy régi jelenség, amikor mi általánosok voltunk, és néha ettünk a McDonald's-ben is, de ahogy az ember nőtt, egyre nagyobb lett, úgy elkezdte értékelni az autentikusabb megoldásokat, és azért aztán a McDonald's az megmaradt egy ilyen gyerekkori élménynek, a Moszkva téri hamburgeres pedig inkább egy már eszmélő, saját ízléssel, meg preferenciákkal rendelkező tínédzserkori jelenség volt. És mit jelentett neked az óra gyakorlatilag a ti időtökben? Felnéztetek rá egyébként? Igazából szerintem a 90-es évek vége, korai 2000-es évek előtt nekünk az nem tűnt fel, hogy ez egy fétis tárgy és ez egy kulturális jelenség. Teljesen természetes része volt az életünknek. Talán egy kairói fiatalnak lehetnek ilyen piramisok, vagy egy Párizsnak az Eiffel-torony. Az, hogy ennek önmagán túlmutató jelentősége van, az az elmúlt években a tér körüli Herce utca során, és aztán leginkább egyébként azokban a pillanatokban, amikor az urát meg kellett menteni, és át kellett menteni a jövőnek, akkor vált igazából valóságossá. Ha van furcsa mód, és ironikusan, ha van szimbóluma a Moszkva tér időtlenségének, akkor az az időt mutató óra. Ami persze, aki a helytörténetileg egy kicsit utána jár, csak megnéz sok fotót a térről, látja, hogy folyamatosan változott, és ez az óra nem az az óra, és hogy pontosan mikor, hogyan cserélgették, az nem is olyan egyszerű történet, de alapvetően az óra személyisége szerintem mindig ugyanaz volt. És nagyon jelentős központi szerepe van a téren, ezért aztán szerintem helyes döntés volt az, hogy ilyen funkció és ilyen eszköz továbbra is lesz majd ott azok után is, hogy átalakították a teret.